Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok! Úristen, mire vállalkozok? Szét fogtok szedni! Szét fogtok szedni! Cségó következik! Életem első Cségó SD játéka, hívjuk így SD játéknak. Egész jó sikeredett, aztán le kellett lépnem, úgyhogy sajnos nem tudjátok végignézni, de egész ügyes voltam ahhoz képest. Fejlődöm, tanulgatok. És ugye említettem, hogy van egy dolog, amit lövéssel kapcsolatban így észrevettem. Most azoknak, akik elsőre ezt a videót találják meg, javaslom, ugorjanak a csatornám, és nézzék meg a első videót is. Ugye mondtam, hogy én nem értek ez a játékhoz, nem vagyok kompetens abban, hogy meglátásokat, tippeket adjak, viszont egy dolgot, így a hosszú-hosszú évek alatt, ugye a multiplayeres tapasztalat összegyűjt, egy dolgot észrevettem lövéssel. És az előző videónál természetesen megindultak a kommentek, szétszedtek, megindultak a kommentek, és mindenki mondta a bölcsességeket, és mindenki olyan bölcsességeket mondott, amiket 4 év alatt lepofáztam már a YouTube csatornámon. Tehát azt el kell mondjam, srácok, tehát a Cségó, Code, BF, Titanfall Crisis, anyám kínja, shooterek nem igazán különböznek egymástól. Menni kell és lőni kell bennük. Minden shooternek megvan a maga jellegzetessége és a maga tudásfája, amit tudni kell. Úgyhogy ennek örömére, tehát néhány kommentre válaszolnom kell, amik jöttek az életem legelső Cségó videójával kapcsolatban. Valaki írta azt, hogy a kód könnyebb, mint a Cségó. Ezzel nem értek egyet. Mind a kettőnek megvan a maga sajátosságos jellegzetessége. Valaki írta azt is, hogy... látszik, hogy kódos vagyok, végig a földet nézem. Én még nem láttam kódost, aki a földet nézi. Nem is szabad kódban a földet nézni, tilos. Amiért a földet néz az egér, annak pontosan ez a videó lesz a magyarázata, mert egy ilyen dolgot vettem észre ugye a lövéssel kapcsolatban. És igyekszem alkalmazni. És ez természetesen köszönhető annak is, hogy kódos múltam van, Battlefield-es múltam van. Ezért kompenzálni próbálom a Cségóban a fegyvereket a kodos BFS fegyverekhez képest, és így vettem össze, tehát ez például ez egy átmenet azoknak, akik most szoknak rá a Cségóra egy kod BF világ után, ez talán egy átmenet segítség videó lehet, hogy hogyan kompenzáld az itteni fegyvereket, hogy azokhoz hasonlítsanak, aztán később természetesen, szóval nagyon figyeljétek a szavamat, mert nem akarok itt semmit sem megváltoztatni a Cségóban, vagy bármi ilyesmi. Aztán később, amikor rájössz a Cségó fegyver összes jellegzetességére, kitudod a pályákat, stb., akkor ugye úgyis a megadott normális, megfelelő ehhez a célhoz megfelelő módszert használjuk. Valaki írt egy ilyen kis furcsa kommentet, hogy nem rohanunk fel a falnak, megáll, miközben lövünk, blablabla, bla, bla. Tehát a szokásos Cségó és multiplayer szokásokat leírta, ezzel én is egyetértek. Ez egyértelmű, hogy nem így megyünk, és nem így játszunk, úgyhogy már itt eléggé egy hülye csapdába futottam bele, de mindegy, tegyük fel pálya ismeretlenségnek. Természetesen, ahogy haladok én is a játékot, ahogy tanulgatok, egyre inkább rájövök a dolgokra, de viszont ugye az első pár játék után észrevettem azért egy bizonyos jellegzetességet, szóval nekem ugye, aki leginkább más FPS shooterekben tevékenykedett, valahogy kompenzálnom kellett a fegyvereket, és erre minél gyorsabban próbáltam találni a megoldást, és ezt találtam, és ez talán azért hasznos lehet másoknak is. De mindenképp fogok, majd elmegyek szabadságra, fogok csinálni egy videót arról, hogy tegyük fel a Battlefield 4, a kod, valamelyik kod, de legyenek az újabb kodok, legyen egy kod 4, egy Battlefield 4, legyen egy Call of Duty Advanced Warfare, egy Cségó, és legyen egy Crysis. Például tegyük fel ezeket az öt játékokat, össze fogom hasonlítani tudásbázisra, hogy mennyit kell tanulni, milyenek a lövés technikák, mennyi fegyvert kell megtanulni. Szóval hogy általánosan a fegyver, ezeknek a játékoknak a tudásbázisát lényegében fogom venni, és összehasonlításba fogom venni egy kicsit a Cségóval, hogy mindig játékban mit kell megtanulni. Ez azért van, mert valaki azt hitt, hogy mennyivel könnyebb egyik játék, mint a Cségó, mert a Cségó annyira nehéz. Nem feltétlenül értek vele egyet. A Cségó nehéz, a Cségó egy professzionális játék, a Cségó egy fasza játék.
viszont nem értek ezzel azzal, hogy melyiknél mennyit kell tanulni, és mennyit kell fejlődni, és melyiknél hogyan és mennyivel könnyebb vagy épp nehezebb lőni. Sok FPS játékon vagyok túl, nagyon sok FPS játékon vagyok túl, és nagyon sokba belementem, sok-sok óráig, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem a cségó az például, ahol tudásban a legtöbbet kell tanulni, de a cségó viszont megvan egy nagyon jellegzetes és nagyon másik része, amitől ez a játék nagyszerű, de és össze szeretném vetni a laikusok számára, vagy mindazok számára, akik, hogy is mondjam, elitisták egy bizonyos játék szempontjából, tehát elitista cségós, elitista kodos, elitista BFS, hogy mindenki nyugodjon le A-ba, mert egyik játék sem könnyebb, sem nehezebb a másiknál, és ezeket ilyen tényekkel fogjuk feltárni, úgyhogy stay tuned, maradj velünk! Ez majd egy másik idő, amikor szabadságra megyek, és mindig játékkal van időm egy kis felvételt csinálni, de addig is hadd beszéljek akkor arról a dologról, amit észrevettem. Ugye cségóban úgy tudom, ezt mondták a profibbak, a jobbak mint én, hogy a lövésnek a egyik legnagyszerűbb módja, ugye mindig fejmagasságban tartod azt a célkeresztet, megállsz, fegyverenként változva, de például ugye AK-s golyója, hihetetlen pontos headshot halál című történet, szóval az első golyóknál mindig érdemes megállva lőni, és ugye headshot ramenni elsőre, utána szabályozni a fegyvert, hogy a golyószórás segítségével le tud lőni azt a bizonyos ellenfelet. Na most, hogy aki figyelt az első videóm, ezt teljes mértékben nem így csináltam, hanem egy picit az egeremmel a földet néztem, mozgás közben lőttem, tehát minden, ami ilyen tiltott lenne a csében, elméletileg, tiltott, tehát nem tiltott, de egy ilyen furcsa játékmód lenne a csében, az mind nálam tapasztalható volt. Ugye ez részben azért volt, mert még nem tudok lőni a fegyverek, és részben azért, mert idővel észrevettem ezt az apró kis dolgot. Észrevettem azt, hogy nagyon is lehet lőni mozgás közben, és ez nagyon is meglepi a cséj játékosokat, mert úgy, ahogy észreveszem, hogy eddig, ahol játszottam, a legtöbb ember megáll guggollő című technikát alkalmazza, és a cségó nagyon jó, mert megengedi ezt a technikát, van időd reagálni a lövésekre, van időd észrevenni, van időd reagálni, és van időd lőni, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy így hosszú távon belegondolva a cségó nem teljes mértékben a reflexről szól, nem teljes mértékben arról szól, hogy oda rántjuk az egeret, arról szól, hogy gyorsabban le tudsz kattintani a másik, és precízebben tudsz célozni, mint a másik. A kod az például inkább reflex játék, arról szól, hogy inkább hogy tudom oda minél gyorsabban rángatni az egeret. A cségónál is megvan ez, teljes mértékben nincs erről szó, de a cségónál több időd van reagálni az eseményekre, hogy nézem, ha lőnek, van időd elmenekülni, van időd megfordulni, van időd becélozni, van időd lelőni, és ezt mindez gyors és precízen tudod csinálni, meg tudod csinálni. De nagyon eltérek a témáktól, tehát én ezeket vettem észre így az eddigi rövid játékom alatt, tehát muszáj így kibeszélnem magamból, és félreértés ne essék. Ezt úgy mondom, mint egy teljesen csia amatőr, de viszont ugye, aki játszik az FPS játékokkal. Ezeket vettem észre, hogy van időd reakciókat csinálni a csében, van időd kigondolni, már ha SD-ről van szó, de TDM-nél is, tehát ha meglőnek, még van időd megfordulni, meglőni, stb. Ezeket vettem észre. A lövéssel kapcsolatban, amit észrevettem, ugye annak, aki kodozik, battlefieldezik, vagy más FPS shooterekkel játszik, és most találja be a cségónak a világát, annak nem tudom, egy ilyen észrevétel a részemről, hogy megoldható, hogy mozogva lőj folyamatosan. Azért, mert ugye egy kod egy Battlefieldbe is tudsz tréfelve lőni, vagyis oldalasan kimozogva, és egy kodosnak, egy Battlefieldesnek ez ugye egy szokatlan dolog, hogy meg kéne talán állni egy helybe úgy lőni, ezért reflexből mozognak, mint ahogy én is mozogtam a legtöbb lövésemnél, reflexből mozgunk, viszont amiért az ok, amiért néztem a földet folyamatosan lövés közben, az pontosan azért, mert felvilágosítottak arról, hogy a hatalmas szórása van a fegyvereknek, és minden fegyvernek egyedi szórása van, ezért alapul az AK-nak a szórását vettem. Ugye az AK-nak a szórásáról mondták, hogy egy fordított L betű,
és megnéztem a videón, hogy néz ki ez a fordított elbetű, melyik irányba fordul az a szár, és azt vettem alapul, tudom, hogy nem minden fegyver úgy működik, le ne írjátok a kommentbe, alapul azt vettem. Ha azt mondom, hogy AK-nak a fordított L beütése, akkor mozgás közben a golyóknak a szórása, tehát mozgás, lövés, mozgás közben a golyóknak a szórása egy nagyon eltorzult, de fordított L alakban lesz, és ezt vettem alapul minden fegyverre. Na most ezért, hogy mozgás közben küszöböljem a golyószórást, és az eleve fejmagasságba tartott célkeresztnek a golyószórását küszöböljem, ezért úgy döntöttem, hogy én 45 fokkal lejjebb viszem azt a célkeresztet, lejjebb célzok, és ez megadta azt a kényelmet, hogy oldalra kimozgás közben, és szórás, golyószórás közben, vagy ráfeküdni a billentyűzetre, a közben is tudjak lőni. Ez egy részemről egy észrevétel és egy elgondolás, egy elmélet, ami úgy tűnt, hogy nekem legalábbis, tehát amit itt láttátok ebben a speciál ebben a jelenetben, bevált. És nagyon jó szolgálatot tett így kezdőként. A hátránya ennek a lövésnek, lövéstípusnak, hogy távolra nem effektív, távolra a precíz csés lövést kell alkalmazni, úgy veszem észre, tehát fejmagasság, egy lövés, vagy csak pötyögtetsz, hogy beadja, viszont hogyha te ilyen közelharci arc vagy, agresszívabb játékos, én nagyon agresszív játékos vagyok, én megyek, én előre török, én így csinálom, nem fejjel a falnak, de én így szoktam csinálni, ezért ez a módszer 10-ből 9-szer ez összejött, és tekintve az, hogy mindig félre különböző célzás a szórás, és van, aminek kevésebb a szórása, mondjuk, mint egy AK-nak, vagy bárminek, az tekintetbe véve voltak fegyverek, amivel még jobban ment ez a fajta lövés, úgyhogy én kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi vagyok az értelmes kommentetekre, nem arról beszélek, hogy most ki mennyire profin tud lőni, arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire helytálló az, amit ez az elmélet, amit én felsoroltam, nekem gyakorlatban is bevált, azt kell mondjam, mennyire helytálló ez a kis állítás, ezek azt kérdem, hogy akik már régóta cségóznak, akik pedig nem cségóznak régóta, azok próbálják ki, lehet, hogy beválik, akik egy Battlefield, egy Code-hoz, egy Titanfall-hoz, valami ilyesmihez vannak szokva, ahol lövés közben elengedhetetlen, hogy kimozdulj a helyedről, hanem szétkapnak egy pillanat alatt. Azok próbálják is, és dobjatok már egy visszajelzést, hogy ez mennyire válik. Tehát egy 45 fokkal lejjebb viszed az egéret, nem fejmagasságba tartod, és nyugodtan ráfeküdhetsz a billentyűzetre, és tréfelhetsz, és az összes három kombinációja valahogy ezt a golyószórást beszorítja egy bizonyos kis hitboxba, és akkor egész jól ledarálja az embereket, és én ezt vettem észre. Ennyi lett volna. Na most ahhoz, hogy elkerüljük a stupid kommenteket, azt szeretném kérni, hogy itt a videó, aki végignézte eddig a videót, az írja le a kommentbe, hogy macska, bugyi. Jó? Leírja a kommentbe, hogy macska, bugyi. Onnan tudom, hogy végignéztetek a videót, és kinek a kommentjére érdemes reagálni, mert nem írt ődületes bőtséget. Mert az igazság, hogy nem nézitek végig a videókat, és nagyon-nagyon-nagyon sokszor hülye kommenteket hagytok ott, mert nem értitek, hogy miről akarok beszélni, nem néztétek végig a témát, és így hülyeségeket hagytok ott, és akkor tudom, hogy azokra a kommentekre nem kell reagálni, mert nem nézték végig a videót, és értelmetlen, szóval macska, bugyi, ezt kell leírni a kommentbe, és akkor tedd hozzá a saját véleményedet. Nagyon kíváncsi vagyok a profik segítségére, és nagyon köszönöm mindazoknak a tippjeit, akik írtátok kommentbe. Kurvasokat használtam föl belőle, nagyon jó dolgokat írtatok le azért az első videónál. És azok, akik hajlandóak kipróbálni ezt a módszert, vagy most szokják meg ezt a csét, könyörgöm Facebookon, vagy itt azért dobjatok egy feedbacket, kíváncsi vagyok, hogy mennyire válik be ez a módszer, és addig én is fejlődöm, mert kb. 10 órán van cségóban, vagy még annyi se. Nos, köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!